Akciótervet fogadott el a kormány a turisztikai ágazat támogatására annak érdekében, hogy a szállodák és a vendéglátóhelyek a téli szezonban a magas energiaárak mellett is nyitva tarthassanak. Ismertette a kormány döntését tegnap Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A lengyelországi rakéta becsapódás kapcsán hangsúlyozta, azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Jönnek a részletek, Titanilla. Köszönjük szépen, Szent Királyi Alexandra kormányszóvivő most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is! Ha már az előző beszélgetésben itt a lengyel eseményekkel foglalkoztunk, és a felvezetőben is ez elhangzott, akkor talán kezdjünk ezzel. Nehéz napok és órák vannak mögöttünk, azért ez a lengyelországi becsapódás, ez nagyon feszült pillanatokat okozott. Mi a magyar kormány álláspontja? Az az álláspontuk, ami a kezdetektől, hogy tűzszünetre és tárgyalásokra van a leginkább most szükség. Azt hiszem, hogy ez az esemény is csak erre erősített rá, hogy a megoldás, az egyetlen megoldás, aminek nincs alternatívája, az a béke. Ráadásul nagyon fontos, hogy ilyenkor tényleg mindenki nyugodt, higgadt legyen, nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni. Itt is láttuk, hogy az elején milyen információk jelentek meg, aztán a mostani vizsgálatok első részeredményeiben azt mutatják, hogy azok nem voltak pontosak. Tehát a magyar kormány nyilván meg fogja várni, amíg ez a vizsgálat teljes egészében lezajlik a lengyel oldalon, de annak tényleg nincs alternatívája, hogy ezeket az eseményeket, amik ilyen turbulenciát okoznak, sőt emberéletekbe kerülnek, ezeket akkor lehet elkerülni, hogyha a felek a tárgyalóasztalhoz ülnek. Itt nagyon komoly higgadtságot mutattak a vezetők, a magyar vezetők, illetve a nemzetközi vezetés is, ugye mind a NATO, mind a vezető országok részéről nagyon higgadt nyilatkozatok születtek azért az esemény utáni órákban. Mikor lehet vége ennek a háborúnak? Hát ez az, amit nagyon szeretnénk már tudni, de azzal biztos, hogy nem segítünk a háború végét elhozni, hogy egyre másra Brüsszelből újabb és újabb szankciós alternatívák, újabb szankciós felvetések érkeznek. Nem lehet megvárni azt, hogy a megállapodás azelőtt megszülessen, hogy a felek leülnek tárgyalóasztalra. Nagyon sokat halljuk azt, hogy majd akkor lesz béke, hogyha megállapodnak, de azt gondolom, ez fordítva van. Először le kell ülni, beszélni kell egymással, és utána tud majd valamilyen módon kialakulni egy olyan megegyezés, ami elhozza Európa számára ezt a vágyott békét. Azt gondolom, hogy tényleg a mostani események fényében, és itt akár erre a robbanásra, akár annak például az energiabiztonságra való fejleményeire gondolok. Most már szerintem nagyon sokan azt érzik, hogy eljött a béke ide végre. Az előző beszélgetésben, ha már az energia feljött, akkor ugye a barátságkőolajvezeték időszakos leállás is téma volt, és emiatt ez is téma volt a védelmi tanácsülésén, ami ugye azonnal összeült itt a lengyelországi események hatására, és ez az eset is rámutatott, hogy milyen fontos, hogy megfelelő készletei legyenek Magyarországnak. Helyreállt már teljesen az olajszállítás? Amikor tegnap újraindították a barátságolajvezetéket, akkor egy csökkentett nyomással indult ez az olajvezeték újra. De azért ez fontos látni, hogy itt szerencsére nem maga a vezeték sérült meg, az nagyobb baj lett volna, az valószínűleg nehezebben lehetett volna helyreállítani, hanem az átemelőnek energiát adó trafó, ahogy szállítják az olajat ezeken a vezetékeken. Amikor összehívta a miniszterelnök a védelmi tanácsot, rögtön, ahogy megérkeztek az első hírek még kedden este, akkor természetesen áttekintették azt is, hogy egy ilyen helyzetben, akkor nem tudtuk, hogy mikor áll újra a kőolajszállítás, nem tudtuk, hogy mekkora a baj. Egy ilyen helyzetben milyen alternatívái vannak Magyarországnak. És hát egy felelős kormány az A, B meg C verziókkal is rendelkezik ilyenkor, nekünk is több alternatívánk van. Ha nem állt volna helyre a kőolajszállítás, akkor is a téli hónapokat át tudtuk volna vészelni, energiabiztonságban lettünk volna, hiszen egyrészt van a MOL-nak egy 90 napnyi friss kőolaj készlete, ami még finomítás előtte, másrészt pedig az országnak is van egy nemzeti tartaléka, ez a kettő együtt elegendő lett volna arra, hogy átvészeljük a telet bármilyen leállás esetén. Folytassuk gazdasággal, a turisztikai szektort is nagyon megviseli ez a mostani időszak, már ugye a koronavírus időszaka is nagyon megviselte, és most ez az időszak csak tovább terheli őket. A kormány elfogadott egy akciótervet ezzel kapcsolatban, ez milyen elemekből áll össze? Akkor sem hagytuk magára a munkaadókat és a turisztikai szektort sem a Covid alatt, és ez természetesen most is így van. Ezért is döntött már a kormány más intézkedésekről is, ami a gazdasági szereplőket segíti, mint a gyármentő program vagy a KKV-knak a rezsitámogatása. Ennek mind az a célja, hogy egyrészt a magyar gazdaságot stabilizálja, kevésbé tegye sérülékenyé, másrészt pedig ezek a munkahelyek, ahol munkáltatók ezek a bizonyos cégek meg tudjanak maradni. A legújabb akcióterv, ami a turisztikára vonatkozik, az egyrészt áll egy olyan elemből, hogy
meghagyjuk a turizmus fejlesztési hozzájárulást ezeknél a turisztikai szolgáltatóknál. Ez a nettó, éves nettó árbevételük 4%-át jelenti, és ez idén október 1-től, tehát visszamenőlegesen, ha valaki már befizette, visszakapja, visszamenőlegesen érvényes október 1-től, jövő év március legvégéig. Ez egyik fontos elem. A másik, aminek szerintem fognak örülni a felhasználók is, hogy a szép kártya az nagyban egyszerűsödik, ugyanis ezek a zsebek, ezek megszűnnek, tehát teljes átjárhatóság lesz. Minden szépkártyás forrás lehet bármilyen turisztikai vendéglátási szolgáltatásra szabadon felhasználni, és vannak még egyéb adminisztratív könnyítések is, többek között olyan, amit a szakma kért, ez a 24 órás munkaidő keretnek a lehetővé tétele, ezt tehát a turisztikai szakma kérésére lehetővé tettük. Ezektől az intézkedésektől mindazt várjuk tehát, hogy a turisztikába is egyrészt tudunk friss pénzt is a szépkártyákon keresztül juttatni, másrészt pedig tudunk egy biztonságot adni a turizmusban tevékenykedőknek. Tehát picit élénkítheti például a forgalmat az, hogy a szépkártyákon megszűnnek a zsebek, és gyakorlatilag ott lesz egy összeg, amit bármire elköltet. Így van, mi azt várjuk tőle, hogy még könnyebben tudják majd a magyar emberek felhasználni a szépkártyát, és ez természetesen azt fogja jelenteni, hogy ezek a pénzek minél hamarabb, minél könnyebben el fognak tudni jutni a turisztikai szolgáltatókhoz, és azt reméljük ettől, hogy így ők nem kell, hogy olyan drasztikus lépésekhez folyamodjanak, mint mondjuk egy jó munkaerőnek az elküldése. Végül nemzeti konzultáció, már online is ki lehet tölteni a kérdőívet, hol tart most ez a folyamat? 15-től már online is ki lehet tölteni, de közben az is fontos, hogy még mindig zajlik a postai kézbesítés is, tehát november 25-ig még megérkezhet sok helyre postán is ez a papír alapú kérdőív. Fontos, hogy december 9-e a véghatáridő, addig várjuk vissza akár online, akár postai úton a konzultációs íveket. Nem sokára majd friss számokat is fogunk tudni az első adatok alapján mondani, hogy hányan töltötték ki, de azt már most el tudom mondani, hogy nagy az érdeklődés ezzel a konzultációval kapcsolatban is. Én úgy látom, hogy az emberek érzik a bőrükön a szankcióknak a hatását, és meg is van a véleményük erről. Szent Királyi Alexandrának köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.